mai filmünk tárgya a Mesztelen Levél lesz. Amit azért találtunk ki, mert ez egy nagyon jó kontraszt lesz a Prometheus-szal kapcsolatban, mert ez ennek a filmnek a sztoria az első látásra egy eléggé kusza, eléggé érthetetlen síkon megy, és sokáig nem is nagyon lehet érteni, hogy konkrétan miről szól a film, vagy így a története az merre ágazik, és itt egyáltalán mi történik a főhőssel. De a film vége fele jövünk rá gyakorlatilag, hogy ez az egész, ez egyetlen egy szára van felfűzve, és a végig van a sztorinak értelme. Ellentétben a Prometheus-szal, ahol meg azt láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon okos, kigondolt koncepció, és egy nagyon fantasztikus sci-fi, és hogy itt mindennek lesz értelme, és a legvégén döbben rá az ember, hogy nincs. Ezt a filmet David Cronenberg rendezte, aki szerintünk egy nagyon meghatározó hollywoodi szerzői rendező, és a mai napig is egészen konkrét és korrekt filmeket tud forgatni. Ellenben Ridley Scott-tal, akinek csak vagy rohadt jó, vagy rohadt rossz filmei vannak. Hát a Cronenberg az tud végül is egy ilyen egységes színvonalat hozni azért a filmébe. Minden esetre a Mesztelen Ebéd című filmje az, ami hát ezt a Cronenberg eszenciát, ezt valami ilyen arjézett változatba tudja tartalmazni és elégtárni, mert annyira tömény és annyira zavarbejtő, és a mentális őrület és a perverzió és a valóság és a realitás talaja az valahogy nagyon jól megmutatkozik ebben a filmjében. Jellemző az összes Cronenberg filmre az, hogy az emberi test meg az emberi psziché milyen kölcsönhatásban áll egymásra, és melyik miként hat ki a másikra. Tehát, hogy az emberi psziché milyen testi elváltozásokat, vagy milyen formákban tud megmutatkozni. Nagyon nem hagyományos emberi megközelítéssel lehet csak ezt a filmet így végignézni, mert egy ilyen pura narkós látomás az egész szinte, de olyan szépen és annyira szépen van egyensúlyozva ezeknek a jeleneteknek az adagolása, hogy az ember tényleg egy jó ideig nem tudja, hogy mit is lát pontosan. Az író, William S. Burroughs, a 60-as éveket, tehát a Beat korszaknak volt egy ilyen nagy írója, de gyakorlatilag ez egy életrajzi ihletésű filmje. És volt neki olyan korszaka, amikor olyan szinten szép csapta magát, hogy folyamatosan írt egy sztorit, de ő maga se tudta a végére, hogy hol tart, vagy egyáltalán mit is ír, és gyakorlatilag a barátai meg a többi írótársa segített neki, hogy kikeveredjen ebből az ördögi dologból, és így született meg a Mesztelen Ebéd, amit Cronenberg feldolgozott, és félig meddig merít a könyvből is, ezek fura hallucinációk meg látomások, de valójában egy életrajzi ihletésű film, tehát egy ilyen pszichedelikus dokumentarista valami, és így nagyon érdekes koncepció jött így ki belőle. Főszereplőnk az Peter Weller, aki a William S. Burroughs játssza, hogyha ilyen életrajzi vonatkoztásban nézzük ezt a történetet, és az ő foglalkozása az bogárírtó, és ilyen furcsa sárga cuccal lövi a bogarakat, amitől egy az egyben megdöglenek egyből, ahol ő bemegy bogarat írtani. És hát ebből a szituációból fog kibontakozni az, hogy ők tulajdonképpen hogy jutnak hozzá a kábítószerhez, és hogy az droga egyáltalán, amit ő így fogyaszt, mert olyan, mint hogyha heroin használatot mutatná be ez a film, de meg se azt, szóval mégis egy ilyen pszichedelikus látomássá válik az egész, és lényegében a sztorit azt annyiban össze lehet foglalni, hogy a Burroughs, mint ember a valóságban, az így elkezdte írni a Mesztelen Levél című filmét, és közben annyira ilyen túlvilági állapodó volt végig, hogy a feleségével játszott valamit, hogy a fejére rakott egy poharat, és akkor tele villamost játszanak, és lelövi a feleségét, és kész. Tehát valójában, hogyha a realitás talaján ezt a cselekményt így értelmezzük, akkor ennyi történik, és a továbbiakban ezeknek az ilyen lelki megéléseit, meg az ilyen drog által manipulált ilyen változatait látjuk. A barátai próbálnak rajta segíteni, illetve hát vele együtt ugyanúgy szerhasználók egyébként, egy jelenetben láthatjuk. Tehát, hogy ezt a bogárport, ezt gyakorlatilag intravénásan, meg szívva, meg eszik, meg minden úton, módon van, hogy bekerül a szervezetbe, és nem derül ki, hogy pontosan mi az az anyag, sőt, egyetlen egy anyagról sem derül ki a film alapján, hogy mit tolnak.
és ezek próbálnak később a film cselekménye során segíteni a főszereplőnek, aki egyfajta interzónába kerül, ami az ő saját ilyen látomása, és gyakorlatilag az egy teljesen önállóan működő, saját logikával működő világ, és néha-néha kacsint csak ki a film a nézőhöz, hogy de most itt a valóság talaján vannak, itt most nem, mert egyedül a két írótársa, az a két barátja próbál neki segíteni. Tehát a gyilkosság után elviszik a főszereplőnket, a Billt a rendőrségre, és behoznak neki egy ilyen hatalmas nagy ocsmány bogarat egy dobozban, aki ki fogja őt kérdezni a továbbiakban, és hát az a jelenet, ez valami elképesztő volt. William Lee, I have arranged all this just to have a moment alone with you. Ott indul el igazából az egész rémálom, hogy miután látja, hogy a felesége az gyakorlatilag teljes mértékben rákattant már erre a szerre, és nem tud róla lejönni, ezért egy orvoshoz fordul segítségért, aki azt mondja, hogy tehát megkérdezi, hogy mit szed, és akkor kiderül, hogy ezt a bogárirtószert tolják, és ad neki egy valami fekete százlábúból készült valami fekete port, amit hogyha belekever az adagba, akkor leszokik róla. És szépen lassan így kiderül, hogy ennek a fekete százlábú pornak sem teljesen tisztázott a mellékhatása, és miután így átkerül ebbe az interzónába, ebbe a másik világba, vagy ebbe a képzelt pszichedelikus rémálomba, gyakorlatilag teljesen elveszti a néző is, meg a főszereplő is a kontrollt, hogy nem egy külső szemlélőként nézi a néző a filmet, hanem úgy érzi magát, mint a főszereplő, mert ugyanúgy, ahogy a főszereplő, ő maga se érti, hogy pontosan mit történik körülötte. Érdemes szerintem erről az interzóna nevű jelenségről egy kicsit beszélni, ami a filmben van. Afrikai vagy indiai, igazából nehezen lehet eldönteni, hogy hol játszódhat ez a történet a néző agyában játszódik. De ugyan bemutatva, mint hogy elutazna a főszereplő azért, hogy valami ilyen küldetést teljesítsen, amit az írógépe ad meg neki. Now, Bill, no need for that. Hogy el kell menned az interzónába, és ott ki kell derítened, hogy jelentéseket kell írjon a feleségéről. Tehát, hogy akinek már más nő van, valamilyen furcsa összeesküvés központjába kerül, és így az ember csak így néz, hogy most az előbb jó, ott lőtték magukat, mondjuk, hogy kerültünk egy ilyen James Bond filmbe. Szóval föltűnik nagyon sok szereplő ebben az interzónában, például az Ian Holm által játszott Tom Frost nevű karakter, aki már megint egy olyan valaki, akit így nem lehet pontosan hova tenni. Ő is egy író interzónában. Gyakorlatilag interzónában mindenki ír, és mindenki jelentéseket ír az élményeiről. Vagy legalábbis nem is teljesen tisztázott, hogy mit írnak, de ez ennek az egész olyan, mint egy távol-keleti ilyen falu, ahol egy csomó homoszexuális van, és gyakorlatilag ők szinte árucikkek, és azon kívül mindenki drogot fogyaszt, és különféle drogokat, és mindenki jelentéseket ír az adott drog fogyasztásáról, vagy annak az élményéről, de ez sem teljesen tisztázott. Van egy ilyen összeesküvés szaga az egésznek, de ilyen paranoid leginkább. A maga a sztori, ez nem tart sehova. Tehát valahogy az sincs már benne a játékban, hogy azt elhitt, hogy ennek a sztorinak ennek van értelme, vagy hogy izgulj egyáltalán történtek miatt, hogy itt valami tényleg valami összeesküvés is ki lehetett gyilkos, mert valahogy annyira üvölt a filmről, hogy ez egy ilyen zűrzavaros látomás, és akkor vannak benne űrlények is, ugye? Amik megint egy ilyen parancsoló szerepben vannak, viszont a filmben tehát az űrlények is csak úgy vannak ott, hogy teljesen természetes közben. Mint hogyha igen, van az a jelenet, amikor oh my god, he's called Mugwump. Az írógép a többszörös funkció a több egy a sztoriban, mert először is, amikor az írógép bogára változik, akkor ő ad tanácsokat, meg információkat, meg küldetéseket, ilyen parancsokat a szereplőnek. Másrészt meg a főszereplő, aki mindez alatt hulla LSD mámorban és szanaszét csapva írja a sztorit az írógépén,
Az meg a másik világban egy ilyen dimenziókapu. Az az egész interzóna is, amiben ő ott működik, ez a saját tudat alattiából kreált világ, amiben ő gyakorlatilag így visszabújhat a saját félelmei elől és a rideg valóság elől. Mert gyakorlatilag ő bele menekül a saját tudat alattiában létrehozott interzónába, ami egy ugyanúgy működő világ, de az ő tudatalattiából veszi a szimbólum világát. Tehát gyakorlatilag azért van tele egy csomó homoszexuálissal, ilyen fiatal fiúkkal, mert a William S. Burroughs-nak gyakorlatilag elég durva identitászavara volt ebben az időszakban, és így össze-vissza cserélgetik az identitásokat, meg a szexuális magatartásukat. Teljesen jó ilyen mentőveket dob be a Cronenberg, mert van egy olyan jelenet, ahol visszatérünk a valóságba, ahol a főszereplőnket látjuk egy ilyen szemétdomb keres közepén, amint tetreng a földön, és jön a két barátja megint, akik a valóság jelenetekbe szerepeltek eddig, és akkor föltámogatják, és mondják neki, hogy térjen vissza az interzónába, de csak addig, amíg meg nem írja ezt a könyvét. Van egy érdekes jelenet, amikor az egyik barátja mondja, hogy itt abban a szatyorban mit viszel, és mondja, hogy a széttört írógépemnek a darabjai már nem tudja használni semmire, és akkor belenéz a haver, és így csontig tele van mindenféle kapszulákkal, meg dolgokkal, meg fecskendőkkel, meg minden. Tehát, hogy gyakorlatilag oly mértékben elszaporálta már magát a valóságtól, hogy ő már így... Tehát hagyni kell, hogy befejezhesse ezt a művét, mert csak úgy tud kiszakadni onnan. Vagy lehet, hogy úgyse, de akkor legalább valami végterméket hagy, hogy ő mit tapasztalt meg onnan. Az írógépekhez kötődő fetisizmus az annyira durva. Minden ilyen írógépnek van valami márkája, ami ilyen rohadt nagy értékkel bír. És akkor az ilyen holmaz kölcsönadja egyszer a főösünknek az ő Martinelli nevű márkájú írógépét, amit széttör a főös. De hát az is egy olyan jelenet, hogy... Tom Frosttal beszélget, egyszer is így sétálnak benne az interzónában, és elkezdnek beszélgetni, és van egy jelenet, ahol a Tom Frost neki mondja, hogy igazából mi most beszélgetünk, de te nem veszed észre, hogy ez mind telepatikus. Hát, és ez miből? És akkor kérdezi a főszereplő, hogy ez most ezt hogy érted? Hát, hogyha jól figyeled a szám mozgását, akkor egyébként nem azt mondom, amit te most hallasz, hanem valami teljesen másról beszélgetünk. Gyakorlatilag saját magával beszélget, a saját tudatalattiával beszéli meg, azért lehet telepatikus. Tehát, hogy az egész világot igazából az ő agya irányítja, de már szinte észre sem veszi. Hát a legdurvább jelenet az a vége fele található, amikor így valahogy kezdi elnyerni így a történet az értelmét is, amikor is belép a fősünk egy ilyen hangárszerű valami nagyon furcsa helyre, és amellett a ilyen UFO-k, akiket már így előtte látunk ugye a filmben, azok ilyen szadómazó cuccban a plafonról lefele vannak lógatva, amiknek a fején kinő egy ilyen fasz alakú nyúlvány, amit a... Amiből az emberek így szopják ki így a cuccot, és attól vannak csontkészen. Ez a film a droggal kapcsolatos kiszolgáltatottságot, ezt annyira jól mutatja be, mint szerintem semmik más film. Mert annyira undorítóan gyarló és mocskos az egész, és rettenetesen embertelen, és ilyen, és tényleg ott, és mégis benne vagy a rémálomba, tehát mégis megéled, mégis látod, hogy ott ők mit élnek meg, meg milyen ez az egész, és retteltes tőleg. Ilyen teljesen undorító, ilyen narkós rémálomkép, és közben ilyen retteltes, ilyen legalja lepusztult, söpredék, perverz, őrület. Tehát ajánljuk nektek ezt a Mesztelen ebéd című filmet, ami topzódik az őrült jelenetektől, a teljesen fura világképektől és a durva látomásoktól.